KÉSEI LEVÉL SOLT OTILIÁNAK Kedves Otilia! Mostanában sokat gondolok rád. Különösen, amikor torkomat szorítja a sírás. Nem magamért sírok, hanem a helyzet miatt, amiben máig van az én árva népem. Nem a munkanélküliség fáj, hiszen te tudhatod, nem először kóstolom ezt a keserű kenyeret. Politikai tisztogatás áldozata nem először lettem, hiszen már 1974-ben párthatározatot hoztak ellenünk, mondván nacionalista, új-baloldali elhajlók vagyunk. Bár soha nem voltunk semmiféle pártnak tagjai. Az 1972-es cigánynyelvű televíziós megszólalásomat is, Húsz év szilencium követte. Húsz év kellett, mire legközelebb megszólalhattam a TV képernyőjén betiltott anyanyelvemen románész, ami állítólag nem is alkalmas kommunikációra. Te nem így gondoltad? Szakfelügyelőként foggal körömmel küzdöttél az iskolai elkülönítés ellen, országos botrányát tetted az óbudai mocsaras dűlő cigány gyerekeinek piros pöttyel jelölt ivó pohár ügyét, és cikkeket írtál, tanácskoztál, minden módon próbáltad sürgetni az együtt tanulást, mint ami a jövő záloga. Mindeközben a Fővárosi Pedagógiai Intézet munkatársaként 1975-ben azzal bíztál meg, Készítsek egy kétnyelvű oktatási segédanyagot cigányanyanyelvű kisiskolásoknak. Micsoda kihívás, és milyen gyönyörű alkotó és kutató munka volt az nekem. 21 évesen. Első cigányanyanyelvű egyetemistaként. A zöld kis füzet belső kiadvány lett. Tudod, hány év kellett hozzá? mire kísérleti tankönyvként persze kibővítve megjelenhetett? 30. Kereken 30 év. És persze azóta sem került be sem a pedagógus képzésbe, sem az iskolákba. 3500 példány mire is lett volna elég. Hanem tudod, arra igazán büszke vagyok, hogy még határon túli magyar pedagógusok is, persze szabálytalanul, sokszorosítják, másolgatják, kézről kézre adják. És azt mondják, ebből nem csak a cigány, de a magyar öntudatost is kitűnően meg lehet tanulni. Vagyis úgy van, ahogyan annak idején te is szeretted volna, eredeti szándékaink szerint. Egy békességgel megélt identitás, a múlt felvállalása csak segíthet bennünket abban, hogy jól teljesítsünk és hogy boldogok legyünk. De hol vagyunk mi ettől? Hány fény évnyire? emlékszem? valamikor a 80-as évek közepén te voltál a kezdeményezője annak az aláírásgyűjtésnek, amivel a Moldova könyv gyalászkodása ellen tiltakoztunk. Milyen kísértet is elsen jönnek vissza ezek a jól megágyazott rasszista nézetek. Bűn az élet, mondta Moldova, és jól elültette, hogy a börtönök cigánybűnözőkkel vannak tele. Az valahogy nem szúrt neki szemet, Hogyha bűnözőnek tekintenek egy népet, a belügyminisztérium 3000-rel kezdődő belső titkos utasításokat adott ki a cigányok családfájának kutatására, rendszeres raziákat tartottak, sőt, úgynevezett tudományos kutatásokkal keresték a bűnöző cigány géneket. Szóval, hogyha bűnözőnek tekintenek egy népet, és ehhez nem átallanak cigánytelepeken és állami gondozott gyermekek között vérmintákat venni. Szóval, ha igen-igen nagyon keresnek, akkor előbb-utóbb találnak is. Csalókat, tolvajokat, piti bűnözőket. Mert ugye, mint tudjuk, a fehér galléros sokkal nehezebb volt elfogni. Mint ahogyan az ma is. Sokkal nehezebb tényfeltárás. És különben is. Kellett a rémítgetés. Manifesztálni, hogy többet kell a belügyre szánni. A cigánybűnözés örökletes mi voltának megakadályozására. Hiszen ezzel az érvel lehetett erősíteni a proledárdiktatúra vasöklét. Az állami erőszakszervezeteket. Hogy aztán minő csoda, a politikai ellenzéket is sokkal jobban lehessen megfigyelni. 1986-ban a vezényszóra elrendelt antidemokratikus cigányszervezetek szervezetek kreálása ellen szóltam, előbb szép szóval, a célgyörgynek írott levéllel, aztán meg nyilvánosan is, nemzetiségi jogokat követelve magunknak. Barry Károly és Zsigó Jenő társaságában. Ettől kezdve a pártállam cigány ellenzékeként fokozott megfigyelésben, lehallgatásokban volt részünk. Tudhattuk a tovább búgó telefonokból, amiken csak azután beszélhettünk, hogy a lehallgató elindította a maga készülékét. Hanem tudod-e, hogy a mi lehallgatásunk talán, ha néhány hétig szünetelt csupán a rendszerváltás idején. Amikor a házunkban lakó lángúr egy lakógyűlésen visszakövetelte az eladdig lehallgatásra használt tárolót. Igen. Úgy tűnik, én végérvényesen a rendszer ellensége maradtam. Az elhajló újbaloldali nacionalisták megfigyelése szerintem máig folytatódik. Különben mivel magyarázzam, hogy a megfigyelt Rozi, ez voltam én, vagy a jelentgető, provokáló, báró aktája még mindig nem hozzáférhető. Hiába jött rendszerváltás és szociálliberális évek, én soha nem voltam elég jó a saját ügyeink közügyétételéhez. Még pártársaid is könnyedén dobták oda a kisebbségi ügyek is a sokat próbált szocialista korifejusoknak. <kül> Tabajdi Csabának és Bátori Jánosnak. Igen, igen, a rendszerváltás előtt ugyanaz a főfő -fő megmondó maradt, aki aztán jó volt a jobboldali Antalkormánynak és a baloldali kormánynak is. Így aztán mit csodálkozunk, ha az első kisebbségi kerekasztal által konszenzussal kialakított kisebbségi törvényt hivatalnokok hadának munkájával, meg lehetett pucsolni. És aztán 12 évig olyan választási törvényünk volt, hogy a többségnek joga volt vezetőt választani a kisebbségeknek. Te azok közül a kevesek közül voltál, Csalog Zsoltal, Iványi Gáborral, Kőszeg Ferenccel és Havas Gáborral együtt, akik értették a bajainkat, és társunk voltál a küzdelmekben. Ezért is reménykedtünk annak idején, hogy a rendszerváltás reményt hoz nekünk, cigányoknak is. Ezért nem alapítottunk nemzetiségi pártot. Aztán, aztán egyre inkább azt kellett megtapasztalnunk, hogy süketek a fülek, és vakok a szemek, némák a szájak, és legfeljebb négy évente kellünk. De nem mi, csak a szavazataink. Miközben végletesen a perifériára szorulnak az egykori munkások, és nemzedékek nem ismerik a korai kelés, a megfizetett munkából megélhetés áldását te a parlamentből nap mint nap láttad ezeket a folyamatokat, és próbáltad felvenni ellenük a harcot. Aztán éppen konok, szegény párti elszántságod miatt, még saját pártodon belül is szélre sodródtál, sodródtatok. A kizárólagosan a szabad verseny jótékonyságában esélyki egyenlítés nélkül és minden hatóságában hívő liberálisok letettek a szegények az alja nép sorsán való enyhítés szándékáról. Ezzel végképp kiürült a baloldali alternatíva esélye. A senki földjére kerültünk. Az első szabad november 7-ét a Szatmár utca 26 előtt töltöttük, közösen. Te már akkor képviselőként, mi meg a helyiek által ugrasztott csatározóként. Addigra jól látszott, hogy a városban a szemétdombról is jobban meg lehet élni, mint a munka és lehetőségek nélkül maradt falvakban. Pedig az építőipar összeomlásával, a munkásszálok megszüntével oda száműzték vissza a fekete vonatok munkásait száműzték, mondom, mert a szocializmus anomáliájaként elfelejtettek elég lakást építeni ott, ahol a munka volt, és munkát nem vittek oda, ahol a munkaerő volt. Az évtizedekig Pesten dolgozó szabolcsi és borsodi munkások közül sokan felismerték ezt a helyzetet, és lettek önkényes házfoglalók, ha már vállalatuk, munkáltatójuk soha nem gondolt munkásainak lakhatására kirendelt teherautó, pakolóbrigáddal, megerősített rendőri felügyelet, a lehetséges összetűzés elől otthonról elzavart férfiak, kétségbe esett asszonyok, ez volt a kép, ami fogadott bennünket korra reggel. Az első mozdulatunk az asszonyok hadrendbeszedése volt. Álljuk el az ajtót. Értesük meg, hogy itt rendes emberek vannak, tiszták, fizetik a rezsit, a gyerekeiket iskolába járatják, és énekeljünk. Az erőt ad. A nagy gyorsaságban egy lepedőt hozott az egyik asszony, amire nem volt más eszközünk, rúzsal írtuk fel, hogy emberek vagyunk, lakni akarunk. De mi csak civilek voltunk, ugyanolyan betolakodók, mint az önkényesek. A helyiek szerencsére, sze a helyiek szerencséjére azonban akadtak a hivatalból okosok ellenére is, akik hivatásuknak érezték, hogy segítsenek. Te, Otília, a parlamenti üléstermet hagytad ott telefonhívásunkra, és a helyszínen volt Vecsei Miklós és a Máltai Szeretetszolgálat akkoriban még egészen friss magyar intézményétől. Gyuris Tamás arcára máig emlékszem, hiszen ott volt, ahol éppen a legnagyobb szükség volt rá, több frontos álló háború zajlott. Az asszonyokkal a kapuban néztünk farkas szemet a rendőrökkel és a kilakoltatókkal, többen meg az önkormányzatot próbálták jobb belátásra bírni. Csak hogy az Isten állatkertje is nagy. Nádai Gyula az állam által kreált cigány szervezetével éppen eladni készült a cigányok bőrét. Az SZDSZ-es polgármesterrel éppen arról alkudozott, hogyha nekik helyiséget és költségvetést adnak, ő gondoskodik róla, hogy ezek a betolakodók elmenjenek. Az önkormányzat már a gyerekek állami gondozásba vételéről is intézkedett. A gyivi munkatársai jelentek meg a helyszínen. Soha nem felejtelek el, Otília. A képviselőasszony egyszerűen lekurvázta őket. Van nektek gyereketek? Miért nem tudtatok beteget jelenteni? Normális családokból akarjátok kiszakítani a gyerekeket? Hát mik vagytok ti? tajtékzott magából kikelve. A helyzet eszkalálódását az mentette meg, hogy Gyuris Tomás, Tamás kiruhant az önkormányzati egyeztetésről, és a helyszínen azt kérdezte tőlünk, igaz, hogy elmennek a lakásfoglalók, ha Nádai mondja? ki az a nádai? Hogy jön ő ehhez, mikor senki nem bízta meg? És nem is itt lakik? Kérdeztük a helyieket. Hát némák vagytok? Nem tudtok a magatok nevében beszélni? Végül egy nagyszájú fiatalasszony és Guszti bácsi társaságában, aki 40 évnél többet dolgozott Pesten, bezúdultunk a terembe, a helyzetet a Máltai Szeretet szolgálat mentette meg. Guszti bácsi és a fiatalasszony okos érvei és érthetően megfogalmazott kérésére javasolta, adja az önkormányzat az épületet a Máltaiak kezelésébe, legyen itt a központjuk, és ők majd gondozzák a családokat. Legyen partner az önkormányzat, hogy valóban lakáshoz juthassanak, az életüket Budapest szolgálatában eltöltött családok. Te pontosan tudtad, Otília, a szegénység és munkanélküliség mellett van még ok, amiért a rendszer nem működik, ha cigányokról van szó. Az előítélet. Otília, Nélkülett semmire sem jutottunk volna. Amikor megszervezted a szetát, hányszor találkoztunk családokkal, akik nektek köszönhették sorsuk jobbra fordulását, nyomorúságukban az egyetlen segítséget, illékony boldogságokat. Tudod, az emancipációért, a nemzetiségi jogokért folytatott küzdelem, a rendszerváltást követően különböző kormányok alatt mindeddig eredménytelen volt. Az iskolákban még mindig dívik az iskolai elkülönítés, a cigányosztályokban sokkal kevesebbet és gyengébb minőségű tudást adnak a gyerekeknek. Elrabolják tőlük a jövőt és nem tanítják több mint 600 éves közös történelmünket. A következő nemzedékek sem ismerik a magyar történelem cigányhőseit, és nincsenek még mindig méltó kulturális intézményeink, se múzeumunk, se színházunk, se anyanyelvi kiadványozás. Úgyhogy csak kínlódunk, vergődünk nélküled, aki legalább értettél bennünket, és soha nem akartad jobban tudni, mi fáj nekünk, mint mi magunk. De képes voltál velünk együtt keresni a bajokát. Örülök, hogy ismerhettelek.